katonái, a nemzetiségek mutatkoznak be, majd a Békés vármegyei értéktárok levelek átadására kerül sor. Ebédszünet után Mocot Mincset, akkor szükség van rá, 14 évvel lesz a színpadon, 15.30-től a Körös Metti táncegyüttes programja, ők Gyoma Endrődről jönnek, Sósemőke visszatér 16:30-kor. 3:45-től nemzetiségi táncegyüttesek gyűjtő névvel több táncegyüttest látnak a színpadon, a részletek akkor kiderülnek, de egyet biztosan állíthatunk, hogy a délután itt a népviseletből olyan kompán, mert 18:25-től 20 óráig, tehát 19:30-től este 20-ig táncgála lesz itt a színpadon, ez várja önöket, a Palasi Közalapítvány szervezési lehetőséget ad önöknek arra, hogy a mai napról hazavigyenek egy fényületekbe. Majd nézem, nyomon követem. Nemzetiségi ételek kóstolója lesz, ugye is kóstolhatás lesz ott is. Érdemes betérni az Ibzelába, az mondjuk úgy, hogy a gasztronómus után hátat fordítanak a gasztronómusnak, ott van az Ibzelába. Egy jogosult szumbatikus játéktér is várja az érdeklődőket, tehát az Ibzelába. Az egész napos programosra Békésvármegye legnagyobb kézműves vására és kistermelői piacra, ide kell egy kis pénztárca, és lehet kóstolni bizonyos standoknál. A nemzetiségek bemutatkozása, település értékára megy. Remélhetőleg elkészült a zenekar, a kóstolósiak, fogadják szeretettel. Thank you.
természetesen itt a friss sajtok közül bármilyen. Az persze, hogy vannak itt kiszerelve nekünk sajtjaink, illetve a sétáló tálakban is benne vannak vegyesen. Ott bővebben lehet kóstolni. Ilyenek emberek, mindenki a rendezvényt látogatja. Elkezdődik e szép nap első bemutatója, a Magyar Szabályvívó Egyesület Békés Csabai tagozata adja elő tudományát, megforgatja a levegőbe szabjáját. Jöjjenek ide a katolikus templom elé, a küzdőtérhöz közel, hogy mindenki lássa azt a tudományt, ami mostan jöv el. Aztán csak mondom, velük nem sikerült oda megyek köszönni. Nagyszerű vendégeket, akik itt vannak, és örülünk, hogy ilyen sokan vannak. A Békés Csabai Szabjavívó Iskola bemutatóját fogják most látni. A szabjavívó bemutatóknak van egy köszönése, látszik majd néhány mozdulat, illetve egy picike bepillantást próbálom mutatni, ami csak negyed óra alatt belefér abba, hogy hogy néz ki a szabjavívás. A szabjavívó bemutató után oda lehet jönni hozzánk, lehet kérdezni, meg lehet nézni az eszközöket, kardokat, illetve ki lehet majd próbálni. Figyelem, köszönéshez, ja, illetve bocsánat, sisakot le! Köszönéshez! Isten,
Áld meg a magyart! Isten, áld meg a magyart! Amen. Amit itt lehet látni, azt mutatjuk ilyenkor, hogy a pengevezetések hogyan indulnak el. A pengevezetések mögött lehet látni a támadási irányokat, különféle magasságokban és egyúttal ahogy jönnek a tudások a tanítványok részéről, hiszen régen ez egy harci technika volt, úgy nőttek azoknak a mozdulatoknak a sokasága, ami majd a vívásra, illetve a vívás után győzelemre vitte a katonákat. Gyakorlatilag a mostani sportvívás, ami van, kardívásra gondolkos természetesen, ugyanezeket a mozdulatokat meg lehet találni. Ez most egy hátsó lendített vágás volt, ez még a lovaskorból maradt meg nekem. Köszönöm. Itt van benne a pálinkának az alapanyag a cserbe. Itt van a cső, itt jön még így, ide megy befelé, és ebben van egy, benne van a katalizátor. Ez tele van vízzel, ugye a arotok borsó elvén működik, hogy pír kifele pároltat, ő elvonása, lecsapodik a pára, és így csöpök ki a pálinka. Csecsemőgondozási ismereteket, elsőszvitel. Ifjúsággal kapcsolatos feladatok közé tartozik, hogy a vármegyei óvodákban és iskolákban felhozunk a fázisok és fázisiskola programokban, hogy minél fiatalabb korban megismerjék a vöröskeresztes tevékenységet. A természeti vagy más katasztrófa helyzet esetén a rászorultak a apalánya, ugye? Ez a vizsgálat. Az. Szarumonát,
Nagyon hálás a művész, hogy még egy hangot se játszott, és már megtapsolták. Most a megyei ukrán Дякую за запрошення. Я вже відчуваю підтримку дуже добре. Ще давайте так, я ще одненько зіграю на гітарі, а потім поспіваємо разом. Окор мій гадіт середник гітару з нігом цирашен, мій хозайн Карпатоян цюлетем, пустом, де унгвару нюттен фюр. És most szeretném egy olyan népdal feldolgozást megcsinálni, eljátszani, ami kárpátaljai, de már sok minden van benne. Van benne Ukrajna, és van benne Magyarország, meg teszek bele egy kis csavar, meglepetés. Aki felismeri, nyugodtan lehet jelentkezni. Ja, ismerem. Jó, majd figyeljük. Egy dalos, éneklős blokkunk. Az első dalt, amit elég... Прыгали, пушка лыли, похилиться до воды.
Jó.
Anyukának ő a legszebb lánya. Ez most kígyót melengedtem a keblemen? Így van. Ja, készen van már csak a... Nem, víz. Szappanos víz, házi szappan. Igen. Mert mindig benne vagyok a békésőben, a kötetlenülben, lájkolom is magukat mindig. Köszönjük szépen! Érdekel. Thank you.
ember az enyém. Én is forgolgatok. Na, de? Te jövök el Yes.
Az egyszerű bujdokló szegény legényt itt ugye nem a bűnöző hajlam, hanem a katonáskodás egy-egy rabsorsba vonulás ellen vitt bujdosó életre, mégis miben járt, miben pompázkodott, miközben menekült a zsandár elől. Kalapot viseltek a fiúk a fejükön, látható itt kunkala, kérlek szépen hajtsd meg egy picit a fejedet, csikós gulyás kalap, pásztor múltját jelképezte a betyárnak. Betyár ugye egy török eredetű szó, gonosz kút feje, de általában a dologtalan, állandó hely nélkül élő szegény legényt hívták betyárnak. Később átment a köztudatban ugye annak a haramiának, annak az utonállónak is a nevének, ami gonosz tettet hajtott végre, de hogyha betyárságba keveredett valaki, lehetett akár menekült honvéd az 1848-49-es szabadságharc után. Tehát mondom, aztán most jön, ami a lényeg, ugye a kalap alatt van. Kurta dolmányt vagy zekét hordtak a betyárok, gyakran súlyosan zsinórozottat, több kilónyi súlyú fémgombot tartott meg a zsinórnak, nagy jelentősége van. A zeke a dolmány alatt, ahogy a fiúkon is látható, mellényt hordtak, vagy mellest, ez is zsinórozott fémpitykézet lehetett. Zsinórba gyakran húztak például egy acéldrótot, ami szabja vágások ellen a huszárok is alkalmazták dúsan zsinórozott ruháikban. Persze ugye a magyar népi viseletnek, kiki tájegységének megfelelően hordta ezeket a ruhadarabokat. Hát bő, ujjú pásztoringet hordanak a fiúk, lehet, hogy a Mitya komámon, ami a legvilágosabb színű inget hordja, egy borjúszájú ing, a többi gallérozott, mellbe szabott pásztoring. Széles öve jó hasznot, illetve jó szolgálatot tett a pusztában járónak, bizony ebből a keskeny kis nadrágszíjból könnyebben kifordul a kés, könnyebben kifordul a pisztoly, mint a széles övből. Zoli, hogy kérlek szépen lépjél elő, mutasd be a pásztorkészségedet. Pásztorkészség ugye nem mindig úgy volt, hogy külön csatlakozó egységben a széles övön, hanem külön övöt hordott a pásztorember, úgy csatolta magára, nem ezzel a csatlékkal. Persze léteztek ilyenek, a néprajzi gyűjtésekből láthatunk, dúsan pillangózott bicskatokot, ahogy a Zoli is elővette, mindennapi élethez szükséges eszközöket, azoknak zanzáját tartotta magánál. Megemlíthető az, pont a kezedben volt az acél, a tűzi acél. Nyújts csak magasra kérlek, vagy hát amennyire tudod. Azt oda csapva a kis kovakőhöz, ami ugye a mostani Székelyföldön út alapba, út szélen létezik, patkolt csizmáink szép szikrát hánytak, egy viszonylag gyakori kőzetfajta, ami létezett a Kárpát-medencében, illetve emberlakta területeken, ehhez csapták oda az acélkovát, fogta a tapló a szikrát, amit kifőztek, kiszárítottak, vagy elszenesített pamut, kender, rongyot használtak arra, hogy a szikrát megfogja. Fújták-fújták erősen, élesztékkel tüzet így gerjesztettek, míg nem jött Irinyi János, és föltalálta a gyufát. Az avatott gatyát jelképezi, különben most már kékfestőknek az indigóját használják a kékfestésre, de régen ilyen szürkés, jó sötét, fekete, gusztustalan színű is lehetett a erős vászon, komisz vászon ruházat, hiszen a vizet kellett pergetni annak viselőjéről. Gyakran ugye a fiúk 4-8 szél bőgatyát hordanak, 16 szél gatyát is hordott még a híres Savanyó Jóska. Ha egy szabászati szél 60-tól 80 centig tart, míg lejön a szövőszékről a végvászon, akkor egy 16 szélgatya vajon mekkora széles lehetett, hogyha az kitárta, nem csak a pásztort, hanem még a babáját is alá tudta venni. Bocskorban, ha csak nem mezitláb futottak a betyárok, a fiúk már szerencsésebbek, hiszen már csizmát hordhatnak, bokáig süppedő homokban, Buhac pusztán, ahol elmennek ugye az emberek a magyarok gyűlésére.